tudjuk, hogy a lilium milyen talajból nő ki. De hogy kinek az élete, mikor fordul liliumba, azt nem tudjuk, mert a lélek mélyén történik. Ma a talajt látjuk, a liliumot nem. Egy fiatal, aki kitombolja magát, mennyország kereső programokba belebódul, annak is eljön a másnap, s lehet, hogy liliumot termő fohásszal kiállt az Úr felé. S eljön neki a harmadnap is, az pedig előtt Jézusnak is. Szent Imre, könyörög érettünk, hogy ne ítélkezzünk a mai fiatalok fölött, s adjunk nekik szeretetet, hogy legyen mit továbbadniuk. Amen. Sok emlékezetes pillanat volt, amit az atyával töltöttem. Az egyik természetesen a zenélés. A zenében az Alberti Band örök formációja, ami egy, ha jól emlékszem, farsangi ünnepség alkalmával állt össze először, aztán utána többször-többször templomi ünnepségeken. De nem is a gitározáson meg a zenéről szeretnék itt most megemlékezni, hanem egy egészen más jellegű élményemről, a tapasztalatomról, amit az atyától kaptam, ez pedig a gyónások. Ami egészen-egészen kiskoromtól kezdve, amikor én elkezdtem a bazilikába járni, itt arra, megmaradó emlékem vagy élményem, hogy sose volt egy formalizált rendje a gyónásnak. A helyszín az sose volt fontos, sosem volt egy zárt gyontatófülke, sose volt egy zárt, elszeparált szoba, ahova elvonultunk, hanem mindig valami különleges volt. És azt vettem észre, minél inkább idősödtem, és minél több alkalommal jutottam az atyához, kifejezetten gyónási célból, arra jutottam, hogy az egésznek a lényege, hogy a lényegre terelje a figyelmemet a gyónásban is. Ne a formán is vigyel, hanem koncentráljak arra, amiért valóban ez a szentség van. Tulajdonképpen ez az, amit hosszan-hosszan magammal tudok vinni. Amellett természetesen, hogy kialakult bennem egy öröm, amikor elmehetek gyónni, és kialakult bennem egy vágy is, hogy legközelebb is újra menjek. Az atyának pedig kívánok még sok-sok egészséget, és sok-sok gyónót, és nagy élményeket gyónások közben. Az első dolog, ami Árpád atyához szólna, az a hála. Azt hiszem, mind akik hittanúsai voltunk, azok mind nagy-nagy hálát érzünk iránta. Amikor így vele voltunk, olyan az első, ami eszembe jut, az, hogy rend volt. Rend. Tehát megvolt a rend. A hittan, ugye mi azt hiszem, keddenként jártunk, csütörtökön, közös mise, szombaton kirándulás, vasárnap közös szentmise is. Így teltek a hetek, egyik a másik után. Nem is vettük észre, hogyan fordultak az évszakok, mivel ugye az életünket a egyházi ünnepek szabták meg mindig, az adventi felkészülések, adventi zarándoklatok, sok-sok Betlehem, amikor énekeltünk, és mindegyik karácsonykor más előadást tervezett nekünk atya. Tehát a rend. Persze gyermekként így visszagondolva nem volt mindig ez olyan könnyű, de mégis ez volt a rend, az az alap, amire fölépítettük aztán az életünket. A másik pedig az öröm. Nagyon sokféle örömet tanított meg nekünk Árpád atya. Ugye az első az Istennel való együttlétnek az öröme. Hogy jó, jó Istennel együtt lenni. De hát ugye egy gyermek ezt nem így érzi meg, ezért más utakat mutatott nekünk, ami Istenhez vezetett. Az egyik ilyen volt az éneklésnek az öröme. Ugye végig énekeltük a hozsannát, előről, hátulról, a népdalkincsek, a ökörköri dalok,
amikor ugye a gyerekeinknek elővesszük ezeket a kazettákat, és nekik is továbbadjuk, és az öröm így megy át egyik generációra a másikra. Aztán itt van az alkotásnak az öröme, ami szintén végigkísérte az összes nyári tábort, a hittanórákat, a kirándulásokat. A természetben lévő öröm, az is a miénk lett. Az éjszakai túrák, mindenféle kalandokkal együtt, eltévedések a ködben, a dunamenti táborok, hogy kavicsokból lehet mindenféle szépet építeni, és ezekkel lett teljes az életünk Árpád atyával. Rengeteg időt adott nekünk Árpád atya az életéből, azt hiszem, amíg itt a bazilikában minket terelgetett, és nem volt hiába. Talán az a nehéz az ilyen pásztori, lelkipásztori munkában, amikor az ember emberekkel vagy gyerekekkel foglalkozik, hogy olyan, mintha nem lenne hatás, az ember nem látja. Ha házat építünk, ott a ház. Ha lépcsőt, ott a lépcső, autót megszereljük, működik, de az a hatás, ami sok-sok emberben Árpád atya által létrejött, az valós és maradandó. És olyan, mint amiket mondott nekünk, mint egy vitorláshajóban a tőkesúly, ott van mélyen lent, és a hajót a víz árja, jobbra-balra sodorja, de ez a tőkesúly az, ami visszabillent minket az igazi út